Pár nappal ezelőtt meghívást kaptunk a leányvári dzsúdósok edzésére, ahol betekintést nyerhettünk az ott folyó kemény edzésekbe, és láthattuk a versenyekre való felkészítés folyamatát is. Fluger Antaltól, a leányvári dzsúdó sportegyesület elnökétől a következőket tudtuk meg. Hát a mai napon itt egy kis gyerekedzést láttunk a legelején, 4 éves kortól voltak itt 8 éves korig. Ők ilyen játékosan eséstechnikát tanulnak, tornaelemeket tanulnak, és zömében játékról volt szó. Tűzvíz, repülő, vadászfogó, meg egyéb dolgokkal készítjük fel őket, és ő belőlük lehetnek versenyzők, ha akarnak, folytatják, ha nem, akkor az esés résznél, egy fehér övszínnél megállnak. Aki meg akar, az átjön a gyakorlottabbakhoz, a versenyzőkhöz, és ott folytatja. 4 éves korba kezdjük általában, a legkisebbünk most 3,5 éves gyerek. Az a tanfolyam részen az elején, akiket láttunk, azok ilyen 8 éves korig voltak itt gyerekek, 9 éves korig körülbelül. A második részben a felnőtt junior ifi serdülő, meg akik már versenyzők, azok voltak vegyesen, elég nehéz edzést tartani ezeknek a gyerekeknek. Ez 11 korosztályt ölel fel, különböző tudásszintű gyerekeket, és ezt kell megoldani felnőttől a 6 éves gyerekig. Az mellett különböző fokozatuk van, tehát a tudásszintjük változó. A juniorok, felnőttek között láttunk magyar válogatott gyerekeket, Rábai László, ifjúsági válogatottat, Rábai Boglárkát, akik keretedzésen is ott szoktak lenni, kedden és csütörtökön van keretedzésük Budapesten, de nagyon sok tehetséges gyerekünk van. Van 3 junior válogatottunk, 2 ifjúsági válogatottunk, és nagyon készülnek a ifik, Miami-ba lesz nekik a világbajnokság, egyenlőre nagyon jó pozícióban, 1-es helyen állnak a válogató versenyek után. Megeshet, hogy 2 főve kijutunk a világbajnokságra is. Hétvégén 2 versenyzőnk a Grand Prix párizsi versenyen indul, 57 kilóba Szabó Katinka és 70 kilóba Szabó Franciska. Egyik Európa bajnok 70 kilóba, a Szabó Franciska, a Szabó Katinka 57 kilóba junior Európa bajnok. Hát ezek az eredményeink, itt látható volt a munka. A mai napon még volt egy különleges dolog, a dorogi birkozó szakosztály, akkor szabadfogás és egyéb versenyeik vannak, akkor el szoktak ide jönni, mert ők technikailag nagyon jó nekik. Ez a gyors dzsúdós mozgás, amit szabadfogásba tudnak hasznosítani. Átveszik az elemeket, a dzsúdó elemeket, és beépítik a ő küzdelmi dolgaikba, ami nagy előnyt jelent nekik szabadfogásba. Hát körülbelül ez volt a mai nap eseménye. A képek meg a munka mindenért beszél. Az egyik sikeres versenyzőt, Rábai Boglárkát az eredményeiről és a következő versenyekről kérdeztük. Rábai Boglárka vagyok, 15 éves, és idén lesz 11 éve, hogy dzsúdozok. 5 éves koromban kezdtem a dzsúdót. Hát apukám lehozott minket 5 évesen az első edzésre, és 2 bátyámmal elkezdtem a dzsúdót. Hétvégén volt országos rangsorverseny, és hát azon első helyezést értem el. Most hétvégén lesz az országos bajnokság, hát remélem jó eredményt tudok elérni. 2 éve volt az első legnagyobb győzelem, amit elértem ebbe a dzsúdóba, a világkupa Győrbe. Hát ott második lettem,